Hare Krishna, kedves barátaim! Örülök, hogy újra veletek találkozunk. Amit szeretnék ma válaszolni, egy kicsikét bőveben, amit volt egy kérdés, hogy meg tudtam-e választani én a szüleimet a következő életemben. Mondhatjunk úgy, hogy igenis, meg nem is. Azon múlik, hogy milyen tudatban vagyunk. Ugye van a karma törvény. A karma törvény arról beszél, hogy van karma, vikarma és akarma. Röviden erről egy pár szót. Van a karma, ez mint cselekvés. Most itt erről van szó, hogy karma, ez a fajta cselekvés, az a fajta cselekvés, amelyik által ember követi erkölcsi és a morális elveket, ami Isten által meg vannak szabva. Nem a állam által, vagy egy állami iskola, azok jók, de azok sokszor nem követnek Istennek a elveket. Szóval ez a legfontosabb. Szóval az, aki e szerint él, mondhatjuk, az univerzum harmóniával, az karma, vagy jámbor cselekvést végez. Második, vikarma. A vikarma az az ember, aki úgy él, ahogy ő gondolja, hogy ő akarja, saját elveket kitalálja, erkölcsi és morálisokat, és sokszor ez miatt bűnt követi el. Ez a vikarma, amikor bűnös életet él. A karma, ez azt jelenti, hogy nincs karma. Olyanféle cselekvés, amelyek nem hoz létre következményeket, vagy a karmikus visszahatásokat, vagy a visszahatásnak a gyümölcsét. Ez az ember, aki Isten elégedettségére cselekszik. Mindig úgy cselekszik, hogy Isten legyen vele elégedett, vagy Isten képviselő. Most nézzünk akkor, hogyha valaki vikarmat végez, magyarul él úgy, ahogy akar, liberalizmus és a tovább, vagy a demokráció, ahol jó embereknek az élet, de nem mindig egyezik isteni törvényekkel. Ezek a személyek vikarmat követnek, azt jelenti, hogy a tudat ettől szükül. A tudat így összetapad, összeszűköm, és magyarul szabad akarat csökkentve lesz, vagy korlátozva. Szabad akarat, ez azt jelenti választási lehetőség. És mivel most az egész világ csak egy nagy élvezet után szalad, mert boldog akar lenni, persze ez egy másik téma, hogy így kell is, hogy legyünk boldogok, ezzel nincsen semmi baj, sőt, ez fontos is, mert arra születünk, hogy boldogok legyünk, de amikor nem helyesen ezt csináljuk, akkor a tudatunk záródik, szabad akarat csökken, úgy hívják, hogy karma bandana. Bandana azt jelenti, hogy gusba köti a karma az embernek a szabad akaratát. Ebben az esetben nem tud választani a szülő, hanem kit megérdemelte a cselekvésé által, olyan szülőknél fog megszületni. Ez a többség most a Földön 99,99999%. Azok a személyek, akik tisztább életet élnek, szatvikus, szatvagónam, magyarul morális és erkölcs elveket követnek, ami Isten által van megszabva, és azok, akik elérték elég jó tisztaságot, azok szabadulnak a karmától. Ott is nem mindenkinek van ez a lehetőség választani a szülőt.
viszont a tudatuk nagyon nyílt, sokkal nyíltabb a tudat, és ott a boldogság például nagyon stabil. Ott van felvilágosodás, van tudás, és stabil a tudatuk. És azok a személyek, akik akarma, akik lelki életet élnek, ők kilépnek karma törvény hatása alul, úgy is szoktak mondani, felszabadult lélek. Na, ezek a személyek, akiket karma törvény nem kontrollálja, mert az ők motivációk és a tettek Istenre vannak irányítva. És mivel Isten karma törvény fölött áll, akkor ezek a tettek élet során karma fölött vannak, mert Istenre irányítják, és nem is érinti a karma. Ezért az ők tudatuk teljes mértékben nyitva van, ahogy léleknek szükséges, ami a léleknek a természete, amikor tudatunk legyen teljesen nyitva. Ott van a szeretet, ott van a boldogság, és így tovább. Ezek a személyek tudnak választani a szüleiket, pillanatot, mikor megszületnek, pillanatot, mikor meghalnak, és így tovább. Ott volt a Sukadeva Goszvámi, ő választotta a szüleit. Ugye Srimad Bhagavatam, ami nagyon csodálatos purána, ősi védikusnak, védáknak a magyarázata. Hát azzal kezdődik a fő személy, aki beszél, ő választotta, ki lesz az apukája, anyukája, és akkor született, amikor akarta. Szóval így lehet. De általános ember nem képes erre, mert a szabad akarata nincsen, és a tudat zárt. Karma bandana. Rendben, remélem, hogy rövid idő alatt válaszoltam nektek. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, lájkolni videókat, és írni kommenteket és kérdéseket. Hare Krishna!